Na sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb epikus részben, ugyanis megérkezett a jó idő. Jó idő. Október közepe van, vége, ki mikor nézi. De ha jártatok mostanában kint, akkor észrevettétek, hogy a kint elvégezhető tevékenységek száma az drasztikusan lecsökkent. Igen, ezen túl nálam is megváltozik a prioritás, és egyre kevesebbet fogok kint dolgozni a kocsikon, és egyre többet fogok itt bent dolgozni. És kapásból megindítjuk ezt a szezont egy kis házi barkácsolással, ugyanis szerintem már láttátok a videó, hogy nem nagyon szeretek kidobálni semmit. Tehát inkább az újrahasznosítás híve vagyok, és amit még föl tudok használni, akármilyen céllal, azt én felhasználom. Mondjuk általában a hulladék nagy része az nálam vagy festőállványjá változik, vagy tényleg szemét. De a mai projekttel nem ez a helyzet. Úgyhogy lássuk, hogy miről lesz szó. Mivel nálam itt a garázsban azért megszaporodtak ezek a kocogtatós festékek. Igen, mindenki így ismeri őket, hogy kocogtatós festékek, és akárhova nézek a garázsba, ezekkel találkozok. És az a hely, amit ezek a kocogtatós festékek foglalnak el, az másra is használható lenne. Körülbelül, egy olyan másfél-két éve kint voltam a soproni bohapiacon, és vásároltam ezt a 45 darabos CD, DVD, ki minek nevezi, tartót. Egyetembe társával, tehát kettőt vettem. És a mai világban azért már tudjuk, hogy a CD-DVD az annyira nem menő. És kedves párom otthon úgy gondolta, hogy ezt ki kéne otthonról dobnom. Én meg úgy vagyok, mint mondtam, hogy nem szeretek dolgokat kidobni. Úgyhogy gondoltam, hogy átalakítom ezt a CD-tartót, illetve a kis társát, amit már előzetesen megcsináltam, ezért vannak ezek a kiegészítők rajtam. Egy nagyon praktikus aeroszol flakon tároló eszközzé, de röviden csak óca. Úgyhogy igen, vele is meg kellene csinálnunk ugyanazt a műveletet. 500 forintos tétel volt annó, ma már lehet, hogy nem is árulnak ilyen tartókat, vagy valakinek otthon van, teljesen mindegy. Alakítsuk át, óca. De csak viszonyításképpen oda néz. Igen, a gumipók opcionális rajta. Szóval, ebből csináljunk olyat. Az egy kisebb állvány volt, és arra kereken 11 darab flakon fér el. Ez egy pöppet magasabb, úgyhogy erre szerintem lesz vagy 12. Na, cuppanjunk neki. Nos, első körben meg kellene állapítanunk, hogy a CD per DVD tárnak mennyi rublikáját vagy elhelyezési pontját kellene kivágnunk a helyéről, és természetesen a kis barátom már itt van, Flex Elec. Ehhez egy standard flakont fogok, és nagyjából úgy néz ki, hogy kettőt kellene kivágni egy flakon elhelyezéséhez. Nyilván ez most így szemmérték, tehát ha nagyon szükséges, akkor kivágok hármat. De egy első körbe talán kettő kivágásával meg fogom úszni. Úgyhogy gyorsan csinálok egy tesztet. Nyilván a legfelsőt azt meg fogom hagyni, hogy valami szerkezeti integritása is legyen az egész koholmánynak. De úgy gondolom, hogy kettesével fogom kivágni őket, és meglátjuk, hogy mennyi palack fér bele. Na, gyorsan csinálok egy tesztet, aztán visszatérünk. Na, megvannak az első bevágások. És történt egy hupszika, ugyanis itt fönt kettőt vágtam ki, mint látjátok, ide pont jó a flakon. Azonban itt megcsúsztam, és háromat sikerült kivágnom. Tehát, mint gondolhatjátok, ez így no. Vagyis de, jó ez is, nyilván van egy kis hely. Mint észrevettétek, a flakonon nincs kupak. Nálam ez a flakonok 99%-ára jellemző, ugyanis úgy gondolom, hogy minden rendes garázsban, ahol valami munka folyik, a kupakok csavartartónak vannak használva.
Igen. Úgyhogy majd maximum erre a flakonra rakok egy kupakot, és akkor úgy pont jó lesz. De ahogy látom, ez a kettes méret, ez pont jó lesz egy flakonnak. Úgyhogy maradunk ennél. Nyilván minden egyes vágás után, vagy minden kettes kivágás után bepróbálok egy flakont, és megnézzük. Egyébként érdekességképpen, tehát ez valami nagyon, nagyon gyenge anyagból van, tehát ilyen valami nem tudom milyen alumínium ötvözet, de a flex az úgy viszi, mint a kés a vajat. Úgyhogy nem kell hozzá nagy erőfeszítés, nyilván szerintem egy lemezvágóollóval is, vagy egy fémfűrésszel is meg lehet ezt oldani, hogyha valakinek éppen nincs flexe. De nekem flexem van, és nincs fémfűrészem. Illetve, hogyha valaki esetleg ilyen polcot szeretne csinálni, nagyon sok embernél láttam, hogy hát bortartó állványból szokták ezeket a flakontartókat megcsinálni. Nyilván én nem iszok már egy ideje, nagyobb mennyiségű alkoholt fogalmazunk úgy, tehát ergo nekem nincs boros tartóm. De van kidobásra váló CD tartóm. Úgyhogy ebből csináljuk. Na, hát én folytatom. És természetesen első a biztonság, fülvédő, szemüveg. Nice. És nagyon szépen köszönöm annak a nézőnek, bocsánat a nevedet, nem tudom, kaptam tőle ezt a szemüveget, úgyhogy most már nem szólhatok be, amikor flexelek, hogy nincs rajtam szemüveg. Sőt, fülvédő is van rajtam. Jó, mondjuk kesztyű pont nincs, de teljesen mindegy, kezdjünk neki. Na, hát kész van a polc, mint látjátok egyet próbára már beraktam, abszolút vállalható. Megyek és berakom a fix helyére, ahol remélhetőleg minden nap át fogok rajta esni és minden nap ki fogom rugni belőle a flakonokat, de én csináltam. Hadd legyek már rá büszke. Hát oda néz. Igen, erre az oldalra 13 flakon fért. Úgyhogy összességében 24 flakonnak tudtam így helyet biztosítani. Na hát srácok, ennyi lett volna ez a homemade polc készítés. Most tényleg egy ilyen semmit mondó videó. Örülök, hogy annyi kreativitás van bennem, és ezt nem nagy képűségből mondom, hogy tényleg nem szeretem eldobni a dolgokat. Ez az egy régi kidobásra váró CD tartó, DVD tartók voltak, most legalább valami funkciót betöltenek. Így a téli projektek elsőként ezzel foglalkoztunk. Na hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha van kedvetek, akkor Facebookon vagy valahol linkeljetek képet, hogy ti csináltatok-e már ilyen homemade dolgokat, lehetőleg ilyen garázs kiegészítőket. Szívesen megnézném egyébként. Én mondtam, ennek egy alternatívája a bortartó, nem volt kéznél. Ő viszont kéznél volt. Na hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor feliratkozás, lájkot mindenképpen megköszönök. Facebook, Instagram még mindig rendelkezésetekre áll, ugyanúgy, mint az X, illetve tudjátok nagyon jó, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság továbbra is. És hát, mint mondtam, így, hogy beköszöntött a hideg idő, nem tudom, lehet, hogy a videók is meg fognak egy picit ritkulni, munka van, amint tudom, rakom ki nektek, úgyhogy türelmeteket kérem. Na, jó van, én megyek, foglalatoskodok a következő videóval, mindenki vigyázzon magára, öltözzetek fel, és sziasztok! És most így, hogy lett elég helyem itt a kis polcomom, előkerülhet a minden évben szezonálisan használatra kerülő hősugárzó. I love hideg idő. Na, sziasztok!